Sziasztok fiúk, lányok és pók, akarom mondani hangyarajongók, ez itt az Empires of the Undergrowth, és ma a pókos pályával fogjuk csapatni újfent, ugyanis itt a Halloween, és Halloweenkor elérhető a főmenü közepén a pókáróra kattintva a pókos pálya, vagy ha átállítjátok a Windows óráját, így a novemberi időszakra, de a lényeg, hogy ezt nekem még sose sikerült megcsinálni, és ma egy újabb kísérletet teszek erre, tartsatok velem! A pók már éhes. Na, az elején igazániból nagyon egyszerű a történet, enni kell, és közben fejleszteni, amit lehet, alul vannak a képességeink, és hát az első az ugye a harapás, a második, hogy köpünk egy ilyen kis méregtócsát, remélem nem halok meg, mert megesznek engem a hangyák, a következő pedig egy ilyen köpedelem, ami kb. Azt jelenti, hogy lelassítjuk, és a méregre sokkal fogékonyabbá tesszük az áldozatokat, ezt is majd mindjárt fejlesztem. A negyedik pedig a táplálkozás. Tehát látjátok, ott vannak azért elég sok helyen a tetemek, és azoknak így a likvid belső részeit így kiszívhatjuk belőle, mint hogy ezt mindegy pók is tetszik, így szépen kilefetyeljük belőle a cseppfolyós belső tartalmakat. Hát igen, a pókméreg alapvetően ezt hivatott előidézni, túl azon, hogy így paralizálja az áldozatot. Most más kérdés az, hogy még esetleg meg is ölheti már maga a méreg a szerencsétlenül járt áldozatot, de alapvetően igen, tehát az cseppfolyós itt előemészt a pókicának, és utána csak ő jön, és így kiissza a nedűt az áldozatból. Ami nagyon fontos, hogy a cságrágókat mindig, amikor csak lehetőség van, fejleszteni kell, mert az lesz kvázi így a fő fegyverünk. Mindazonáltal, jó, leköpjük a rákot, remélem nem fog nagyot ütni ránk. Gyerünk, te garnéla, toljad neki, hopp, jó, most visszabújt szépen a páncéljába, de ez nem gátol meg minket abba. Ó, egy ászka nyami. Egy kis ászkahusi kukacpörivel. Na, ennek a pályának kvázi az a lényege, hogy így nagyon-nagyon stratégikusan kell végigmenni rajta, és nem szabad egy picit se belemenni olyan küzdelembe, amit még adott esetben nem nyerhetünk meg. Aztán igazából végig izgalmas, mert folyamatosan így olyan ellenfelekkel dob össze minket a játék, ami hát így nehéz. Persze elmehetünk olyanokra is, amik így helyből élből leütnek minket, de hát a kis pókunk nem lesz sokáig kicsi, sőt, mondhatni kifejezetten meg fog nőni egy idő után, de ezt a szintet el kell érni. Hopp, egy kis pókhaver, na nézzük, merre menjünk. Első körben talán elindulunk erre, ahol az a fülbemászók tanyáznak és hangyák. Ott a bal felső sarokban láthatjátok, hogy mi a feladat. Tehát meg kell ölni 4 hangya királynőt, aztán meg kell ölni egy über remeterákot, egy über hojvát, az előbb ott látható volt a kis piros teste, ott balra. Hopp, közben ne felejtsünk el fejleszteni mérget nekik, úgy jó, ezt a mérget is még ezen dolgozni kell. Meg kell ölni egy über futrinkát. Na, az kemény lesz, és végül egy über farkaspókot, kvázi a matrónát itt a parton, vagy itt ebbe a járatba, igen, tehát, hogy konkrétan egy kis kanibalizmust is még így viszünk a végébe, hát átvesszük a piacot. Hoppá, itt köpködnek a hangyák. Tudd a helyed. Jó, megyünk szépen le a többi hangyáért. És ez is mutatja, hogy mennyire izgalmas játékmódok lehetek ebbe a játékba. Szétneköpjél. Úgy. Oké. Ez a szintlépés, jól van. Ez az instant ölöm már őket. Ezt akartam látni, ezt az állapotot. Ettől függetlenül itt még nagyon sok a hangja, úgyhogy csak óvatosan haladjunk. Egy ászka tetem, ha már valaki előemésztette nekem. Na, elérkeztünk a boly bejáratához, ott vannak már a peték. Ups. De ez a jó, oda köpök, és azok meg szépen ott elporladnak, vagy elfolyósodnak. Kis hongyák, oké, még ezt az ászkát megesszük. Egyébként szemét, mert folyamatosan csökken az életerőnk, ha nem figyelünk. Oké. Az ott jó lesz. Szintet léptem. Oké, egy kicsit a táplálkozást is fejlesszük. Kell az, kelleni fog, hogy regenerálódni tudjak.
Na, bemegyünk ide. Mindent meg kell lenni, mindent meg kell ölni, mert csak így lesz esélyünk aztán később a keményebb ellenfelek ellen, hogyha a lehető legnagyobb szinten megyünk el hozzájuk. Ops, sort tűz. Sziasztok. Oké. Itt is pár ászkot tettem, amit ide szállítmányoztak nekem a hangyák. Rendben, megyünk tovább. Egy jó kis köpés. Ez az. Ott szépen meghal pár hangya is. Szeretjük ezt a köpést. Királynő is belemegy, és így egyből meghal szegény teste. Ez az, enyém a királynő. És teljesen harcképtelen. Nagy kövér potroha van neki. Hoppá, és még szinteket is lépek tőle. Na, ez jó volt. Rendben, nézzünk fel még ide. Ó, itt kikelt pár. Szeretem ezt a méregtócsát. Úgy öli a kicsiket. Hatékonyan. Rendben, menjünk a következő királynőért. És már ott figyel a következő királynő, de már nem sokáig, mert megjöttem én. Hello! Ez a szintlépés, nyami. Menjetek vissza szépen a méregbe, azaz, nehogy már nekem kelljen itt még konfrontálódni személyesen. Ezaz, kaptok egy tócsát. A maradékot meg elintézem én. Szegény királynő már a mérgembe elolvad. Jó, szokára mehetünk is. Ez a szintlépés. Jó, koncentráljunk kicsit a tápanyag feldolgozásra is. Aztán majd erre is, erre a bénító méregre is kell majd rakni még párat. Azt nézem, hogy itt növekszik. Igen, 20%-kal megnöveli a sebzést. Ez azért majd élet és halál kérdését tönteti el. Ez a plusz 20%-os sebzés növelés. De egyelőre menjünk szépen vissza. Na, kettő királynő pipa. Menjünk a másik kettőért, aztán majd jön itt nekünk a remeterák, de még mielőtt erre rátérnénk, van itt még föntebb is pár finom falat. Hopp, kis pókok. Mégpedig, ha jól emlékszem, egy lótücsök. Ezt a pályát is lehetne egyébként még frissíteni az új lényekkel. Simán adnám. Egy éhes pókocska 2.0-ás kiadást. Ott a lótücsök. Szia tücsi. Nézd, megy egy köpet. Ó, hát ez már nagyon kis harmatos volt. Ez az egyetlen lótücsök itt a pályán egyébként. Fura, hogy nincs több. 15-ös szintű pók vagyok. Megyek szépen a bolyba. Itt majd, itt nagyon óvatosan kell, mert ha itt jól emlékszem... Igen. Ott kezdődik a pókháló. Na, oda nem megyünk. Oda sokáig nem megyünk, mert a pókok azok szétszednek. Ugyanolyan veszélyesek, mint én vagyok. Hanem veszélyesebbek is. Alapból. Na, itt még pár hangyát azt így likvidáljunk. Úgy. Ott van nektek egy kis méreg. Á, köszönöm, szintlépés. Szuper. Ott van még egy királynő. Oké, kaptok egy ilyen köpetet. Nesztek. Ez az. Összehúzzuk és ahol. Nyami. Mennyire? Itt 2%-kal nőne meg. Jó. Ez nem jött össze, de kap a királynő egy adagot, úgy. Na most, hogy a dolgozóit kinyitfantottuk, a királynő is megborult. Oké, megyünk tovább. Hopp, ott egy kis pók. Itt még óvatosan. Jó, oda nem megyünk már, viszont ott már nagyobbak vannak. Kb. Akkorák, mint én. Jó nagy kövér pókok. Viszont megyünk szépen hojvázni. Vagy előtte remeterákozzunk egy picit? Megnézzük. Mit tudok a rákokkal kezdeni? Nesze, ott a tócsa. Ó,
Hát ezek borulnak szépen, nem lesz itt gond. Hoppá, csak vissza ne bújjanak a páncéljukba idő előtt, oké. Nesztek egy kis köpedelem. Úgy, jól van. Menjél vissza, addig se engem ütsz. Hoppá, együnk valamit. El ne feledkezzünk itt a táplálkozásról. Ó, és csak nem pusztult meg a méregben. Na majd most, szintlépés, jó, még erősebb mérget kérnék, köszönöm. Na most. Figyelni kell folyamatosan, ha 50% HP alá megyünk, akkor spuri. Hoppá! Jó, nem baj, azok ott ellesznek a méregben. Talán még ki is múlik egy-kettő. Jó, addig így kiszívom a kollégáiknak a testéből a nedvet. Abból kicsit előre kapok. Na menjünk rá, kásszunk tovább. Ez az. Egyedül vagy, esélyed nincsen. Na, most már nincs egyedül. Hoppá. Jó, együnk, addig az ott benne rohad a méregben, úgy. Na vissza picit táplálkozni. Az a baj, itt van valahol az Uber remete rák is, azzal nem akarok összefutni, csak úgy, hogy így rajtam van másik három kollégája. Juhú, ez a szintlépés a legjobbkor jött. Na, viszont tudok táplálkozni most már még hatékonyabban. Gyere csak, azaz. Oké, egy Uber remete rák. Kap itt tőlünk egy ilyet. Na nézzük, mekkorát csap rám. Hát a keleténél kicsit nagyobbat. Itt hagyom. A méregben megyek táplálkozni. Viszont hál' Istennek bírom. Most már tankosabb a pókom is. Ó, az Uber remete rák sorsára hagyja ott a társait, nézzenek oda. Gyerünk, bennállnak a méregbe. Oké, még egy köpés. És itt hagyjuk. Nyami, menjünk vissza. 20-as szintű a pók. Jók vagyunk. Jó, az ott mindjárt megborul. Szuper szintlépés, és most már csáprágóim is erősebbek. Gyerünk, küldjed neki. Ó, megy le szépen a HP-ja, és visszabújik az adójába, visszabújik? Nem! Ez az, jól van. És majdnem egy teljes szintet léptem még. Mármint úgy értem, hogy még egy teljes szintet túl azon, amit léptem. Na, itt van valahol egy kószahangya, ezt megesszük, és most megyünk hojvázni. Szerintem most már készen állunk rá. Máshova amúgy sem mehetnénk. Jó, még a pókokhoz, de azt inkább kihagynám még. Gyere. Kis fülbemászó. Úgy. Megesszük, akit meg lehet itt még a bejárat előtt. Úgy van. Táplálkozzunk. A hojvák már kemények. Azokkal vigyázni kell. Plusz el is vakítanak. Ha nem vigyázunk, akkor itt fogunk szédelegni. És addig meg megesznek minket. Ó, hello. Ó, na azt kerüljük ki. Gyere csak. Jó, nem lesz ebből probléma, csak ne húzzak magamra a kelleténél túl sokat. Hopp. Oda köpök, aztán hagyom, hogy belerohadjanak a köpésembe. Úgy. Ez az. Toljál még oda, és akkor legalább megpusztulsz. Addig is a méregben állsz. Jó, a másikat most már megeszem. Csak úgy. Oké. Ez itt rendben van. Ó, ott fönt maradt még valaki. Szia! Csak nem gondoltad, hogy itt hagyom ezt a kis proteint? 23-as szint. Mire elérek az Uberig, addigra jó lenne egy 25-ös szintet összehozni tető alá.
Ó, nem talált. Viszont a mérgemen még fejleszteni kell. Jó. Ho-ho-ho-ho. Álljatok bele. Mi ez a tömeg? Mi ez a tömeg? Ez a szépen benne, szépen benne. Libasorban. Ez az, fújjátok egymás szemen. Legjobb. Hoppá! Együnk egy picit. Miatt még megtalálok förmedni? Jól van 24-es szint. Úgy, na, most kéne a főnivel megbeszélni a dolgot. De szép kövér pók lettem. Hoppá. Új! Hú, ez jön. Ez megindult. El onnan, ez nem jó, ez fáj. Le kell rázni. Menj innen. Jó. Táplálkozzunk. Na, ezt csinálja a köpés, és az a baj, hogy közben szétszed. Meg az a jó, hogy ott volt a mérgem, és abban egy kicsit még táncikált, de egyébként, hogyha nem vigyázok, akkor ezzel a köpéssel kinyírhat, főleg ez az überholyva. Jó, csak óvatosan. Ne húzzuk be idő előtt, meg ott van neki a kollégája is. Ha ketten jönnének rám, az aztán végképp nem lenne jó. Ez a gyere bele. Jó. A kaját megoldottam, akkor jöhet most már a főnik. Jó, ez nem talált, haver. Jön az újabb adag méreg. Jó, együnk, az a biztos. Arcon ne köpj. Jó. Most egy darabig nem fogsz tudni köpni, addig viszont én megeszlek. Gyerünk. Úgy van. Jó, még egy adagot fejlesztünk. Most jelenleg 22%-os a sebzés növelése ennek a képességnek. Jó, most viszont jöhetnek a futrinkák. Megyünk a futrinka utcába. Ó. Na, a futrinkákkal az a baj, azok már tényleg gyorsak. Plusz le is bénítanak. Tehát amíg nagyot harapnak és gyorsak, még bénítanak is. Tehát kifejezetten problémásak. De hát ezzel csak megágyazunk kvázi a fő ellenfélnek, a pókoknak, akik aztán tényleg gyorsak, nagyot harapnak, és még mérgeznek is. Na, most lebénultam. Hál' Istennek, a pókok talán nem bénítanak, ha jól emlékszem. 26-os szint. Azaz, gyertek. Jó! Mehet a csáprágóra is a DPS. Na nézzük, mi van itt lent. Ott a nagy haver. Na, egy 27-es szintű pókot talán már nem eszik meg. Instant, gyere a méregbe. Lebénultam. Jó, de ő is megdöglött, gyere. Jó, van itt még valaki? Jó, ott még van kettő darab futrinka. Ó, és az egyik nagy is. Ráadásul, oké. Lákkorákat harapsz. Fene a csáprágóidat. Oké. Mehetünk tovább. Itt egy kicsit nedves a talaj. Így lesz egy kis talajvíz, de keresztül gázolunk rajta. Semmi probléma.
És itt még több futrinka fog tanyázni, majd óvatosan kell velük. Új! Na, ott most egyesével valahogy ki kéne őket onnan húzni. Jó, gyere. Hú, és a talajvíz nem mossa el a mérgemet, de jó! Úgy van. Eszem egy kicsit belőled. Gyere! Jól van, pusztult. Na, a 22%-ot 25%-ra vinné föl, de inkább a méregre összpontosítanék. Most az a 3% már nem oszt, nem szoroz. Jaj! Jó, húzzunk innen, együnk! Jaj, lebénítottak! Futi, 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 futi! Ezekkel így nem, ezekkel így nem. Oh, jó, hú. Megúsztuk, már csak kaja kell. Á, de itt vannak a korábbiak. Abból szépen felszívom magam, szó szerint. Egyél még. Aztán utána azt a másik kettőt megehetjük. Hú, jó. Na, ez most egy pillanatra már majdnem az volt, hogy ott maradok, de hál' Istennek el tudtam menekülni. Elfelejtették, hogy üldözniük kéne. Úgy bele a méregbe, azaz. Hoppá! Itt egy kicsit gyengélkednénk. Na nézzük, ott van egy. Csak szép óvatosan. Az a baj, hogy ezek egyik pillanatban itt vannak, másik pillanatban ott vannak, aztán így magamra húzom az összeset, azaz, gyere. Ne, menj vissza! Úgy, jó lesz. Szintlépés, jó. Kajára rakunk. 29-es szint. Szerintem 30-as szintre már nem megyek föl az Uber gyilkolás előtt. Jó, azokat a kicsiket meg kéne enni gyorsan. Gyere csak! Hoppá, sokan vagytok! Nem, ha 50% alá megy az életerőm, akkor el kell menekülni. Mese nincs, feltéve, hogy el tudsz menekülni. Jó, kicsit sokan vagytok már megint. Jó, de viszont fel fogok menni 30-as szintig is, ha így folytatjuk. Gyerünk, pusztulj! Ez az jó. Nem lesz itt már gond. Nem lesz itt. 1500 HP-m van. Ez talán már elég lesz. Jaj, lebénultam. Egyed. Hú. Szoros volt. Na, viszont itt a sok tápérték, és most már csak az Uber van. Viszont max HP-n mennék rá. Máshonnan nagyon HP-t húzni már nem tudok, úgyhogy 30-as szint, Uber, futrinka, gyere! Lebénultam. Jó, hagyj egye a méreg, gyerünk. Jó, táplálkozzunk csak. De viszi le a HP-ját, hál' Istennek, olvad lefele, plusz én is mérgezem, mint az át. Jó, a méregben most már bele... Szuper, mehet még a méregre, mehet még a táplálkozásra, kelleni fog a HP gyűjtés. Oké, a futrinka utca tiszta? Mehetünk a pókokhoz. Oké, itt vagyunk a pókfészek bejárata előtt, de jó, megnyalja a lábát. Hát itt most már nincs sok hátra, viszont nagyon veszélyes lesz ez az egész. Úgyhogy könnyen lehet, hogy 2 percen belül vége van. De azért próbálkozzunk csak így óvatosan bemenni a fészekbe. Jönnek a kis pókok, oké. Ott már vannak kicsit nagyobb pókok. Próbáljuk meg őket egyesével kihúzni. Hú, látjátok, hogy leharapják a HP-mat? Durva. Gyerünk, kis kanibalizmus így a végére. Jó, én kövérebb pók vagyok, szóval... Mint ilyen.
jobbak az esélyeim, de de szépeket harapnak, plusz még mérgeznek is. Gyere csak. Jó, most már egy szintlépés nem ártana. Lehet, hogy 35 lesz a max szint egyébként. Gyere bele a mérgembe, úgy. Jól van. 1800 HP. 33-as szint. Még kövérebb pókok a láthatáron, jól van. Az a baj, hogy az ikonok miatt se látom őket rendesen. Gyertek oda bele, azaz. Ó, ez már majdnem akkora, mint én vagyok, basszus. Jó, együnk. Ó, az ott egy picit belement. Jó, csak oda köpök, és az jön bele, ez és még be is mérgez. Azt a büdös. Tűnjünk innen. Jól van, jól van, jól van. Méreg tócsát azt növeljük. 34-es szint. Ez már tényleg akkora, mint én vagyok. Hát itt zabálni kell. Mese nincsen, zabálás van. És ott feldobták mind a 8 lábukat. Na, csak szép nyugodtan. Na, azaz. Jó, itt a sarokban nyugi van. Méreg, méreg, méreg! Együnk valamit. Jesszus! Nem! The spider gorged itself until the creatures were too much to handle. Ezt nem hiszem el. Két pók kinyifantott. Két pók! Ajaj, ez kemény, gyerekek. Ez kemény. De ennyi jutott mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A pókok kegyetlenek. Próbáljatok velük 10 szerencsét most, amíg a Halloween tart, vagy ahogy mondtam, állítsátok át a Windows órát novemberre. Találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek jó bogarászást kívánok. Szerbusztok!